Köszöntöm nézőinket! Önök a Kultúrszoba című magazinunkat látják, Gimót Éva vagyok. Rács Robert várdombi keramikus közel 35 éve alkot agyagból tárgyakat. 2002-ben a Magyar Művelődési Intézettől népi iparművész kitüntető címet kapott. Többek között arról beszélgettünk vele, miként indult a kerámia iránti érdeklődése. Rács Róbert az 1980-as évek óta foglalkozik kerámiával. Ez alatt a megye egyik legismertebb agyagművészévé vált. Már gyerekkorában megfogalmazódott benne, hogy ezt a hivatást választja. Hát ez már gyerekkorban kezdődött az érdeklődésem a dolog iránt, leginkább a rajzzal. Tehát rajzolni nagyon szerettem általános iskolában is. Felső tagozatban volt szerencsém, amíg akkor a Fasorban működő úttörőházba járni rajzszakkörre, amelyet akkor Jós László szobrászművész tartott. És ott nem csak rajzoltunk, hanem ott a Laci bácsi hozott agyagtömböket is, és ott már mintázgattunk különböző kis figurákat, meg mellszobrocskákat, amiből besegített, meg bele-bele nyúlt. És még egy momentum ez az általános iskolai időszakhoz, az édesapám pedig akkor egyébként a Szekszárdi Volánnál dolgozott, de elkerült Bátaszékre, a bátaszéki téglagyárba, és onnét hozott haza nekem egyszer egy nagy tömb nyers agyagot, amiből otthon mintázgattam ilyen plaketteket, meg emberfejeket, és tulajdonképpen már itt elkezdődött az agyag iránti érdeklődés. A szakmát végül Kaposváron végezte el. Legfőbb bevételi forrásai általában a megyei rendezvények, de a pandémia az ő életére is hatással volt. Az évek során több elismerést kapott. 2016-ban a Szekszárdi Önkormányzat Humán Bizottsága munkáját elismerő oklevéllel jutalmazta. 2019-ben a Tolna megyei művészetért ezüst plakettet vehette át, a 2015-ös országos népművészeti kiállításon pedig az alkotásai döntőbe jutottak és kiállításra kerültek Budapesten. Én jellemzően népies stílusú edényeket készítek, legfőként sárközi és óbányai stílusú edényeket készítek, illetve ezeket díszítem. Teljesen merev, szöges ellentét a kettő egymásnak, mivel a sárközi stílus egy laza, délies, tehát egy ilyen, nem egy ilyen nagyon-nagyon szabályos motivum, illetve rajzolat világgal bír és azt mutatja mondjuk a tálakba, a tálas edényekbe. Az óbányai stílus, óbányai fazekasok németek voltak, svábok voltak. Az ott a német precizitás az a stíluson is megmutatkozik, a maga sajátos metszet karcolt geometrikus forma, illetve motivum kincsével és motivum világával. A népies edényeimen, illetve a dísztárgyaimon ezeket a díszítményeket alkalmazom, de nagyon sok saját tervezésű edényem is van, és sok használati edényt is készítünk. Nagyon népszerűek a halászlés készleteink, illetve hát nagyon sokféle fajta sütő-főző edényt, kemencébe, parázs melletti főzéshez készülő edényeket, drótos fazekakat, illetve különböző sütőtálakat, tepsiket is készítünk. Ez egy olyan mesterség, amihez türelem és kitartás szükséges. Szerinte gyakorolni kell minden nap, de azt mondja, mai napig szereti, amit csinál, hiszen szenvedélyből teszi azt. Miután valaki nagyon beleszerelmesedett ebbe a mesterségbe, akkor nagyon kitartónak kell lennie, mert tehát a tanulási folyamat az egy hosszú időt vesz igénybe. 2-3 év napi szintű gyakorlással lehet mondjuk a korongozást elsajátítani olyan szinten, hogy meg tudjon csinálni valaki 20 cm átmérőjű, hogy magas edényeket mondjuk 3-at egyformára.
de ez a tanulási folyamat, ez gyakorlatilag az egész életét végig kíséri az embernek, tehát itt mindent nem lehet megtanulni, annyira összetett ez a mesterség is, mert ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen egy agyagrögből különösebb gépi, illetve segédeszközök nélkül alkotunk tárgyakat. A négy őselem, ugye a föld, a víz, a tűz és a levegő segítségével. Tehát ilyen értelemben is nagyon szép ez a mesterség. Munkáival 1992 óta vesz részt egyéni és csoportos kiállításokon, 2013-ban pedig megalapította a Sárközdunamente Népművészeti Egyesületet, amelynek célja a népművészet, a népi kézművesség hagyományainak ápolása. 1894-ben, azaz több mint 120 éve alapították meg a paksi téglagyárat, mely ma már az enyészeté. A hatos főút mellett autózók még láthatják az égbe nyúló monumentális gyárkéményt, és jól kivehetőek még a jellegzetes téglaszárítók épületei is. 2004-ben itt forgatták Kertész Imre Sorstalanság című könyvéből készült film néhány jelenetét is. A gyárnak két vezetője volt Ritter József és Plézer János személyében. Most az ő szemüvegükön keresztül mutatjuk be a paksi téglagyár történetét. Volt egyszer egy téglagyár Pakson. Még létezik, de már nem működik. Ma már csak romokat látunk, melyek hajdani büszke épületeket sejtetnek. Ritter József és Plézer János egykori tulajdonosok a téglagyár romjai között sétálva emlékeznek vissza a téglagyártás minden apró részletére, mozzanatára. Újraélik a több évtizedes munka mindennapjait, ugyanakkor fájó szívvel látják és mesélik, hogy lassan az enyészeté válik itt minden. Itt állunk a paksi téglagyár kemencéjének déli homlokzatánál. Ez az a paksi téglagyár, amiről a könyvem is szól. 1894-ben alapították, és 120 évet élt meg. Ez azt jelenti, hogy a paks történetének legkorábbi és leghosszabb ideig működő gyára termelőegysége volt. A kezdetekben a tulajdonlás nyilván magántulajdonban voltak a gyárak, a tulajdonviszonyok váltották egymást, 1949-ben államosították, onnantól 1991-ig állami tulajdonban volt, azt követően ismét magántulajdonba került a Ritter és Plézer téglagyártó és forgalmazó Kft.-be. Társammal, Plézer Jánossal alapítottuk a Kft.-t, és a nevünket adtuk hozzá. A gyár hosszú története számtalan korszakot fölölel. Szabadszállítós gyárról van szó, ami azt jelenti, hogy a természet szállította azokat a nyersdégákat, amik végül is égetésre kerültek. A téglagyár egyik híressége a paksi sánchegy, ez kettős funkciót látott el, gyakorlatilag a tégla alapanyagát adta, ugyanakkor tárvédelmi szempontokat is figyelembe véve Európa leghíresebb löszfala. Több évmillióra tehető az az időszak, amikor ez az egymásra rakodó löszhalmaz kialakult. Minden munka a bányába kezdődik. A bánya, egy külszínű bánya közvetlenül a téglagyár mellett van, ennek egy amennyi előnye, annyi hátránya is volt, mert ilyen közel kevés gyárnak van alapanyag bázisa. Ugyanakkor sajnos le is szűkítette a gyárnak a terjeszkedési lehetőségét, hiszen a sánchegynek a fala bezárta egyrészt a téglagyárat, a másik oldalról pedig, a keleti oldalról pedig a hatos út zárta le, így egy szűk területre korlátozódott a gyártási terület. Talán sok paksi emlékezik rá, hogy lépcsős, patkás termelés folyt a téglagyárba. Ha erre utaztak, akkor láthatták azokat a patkafokokat, amik hát évekig kirajzolódott. Amikor ez a technológia lejárta magát, úgymond, akkor rátérte a vállalat a robbantásos technológiába. Ez végigkísérte a gyárat a megszűnéséig. Általában 3-5 évente robbantottunk, olyan nagy mennyiségű alapanyag jött le, amely
ezeket az éveket kitöltötte. A hagyományos téglagyárak körébe legtovább vittük üzembe a paksi téglagyárat, amíg lehetséges volt. Ez a kérdés sokáig fönnállt bennünk, hogy miért is adtuk el a saját tulajdonunkat, és most romokba kell látnunk itten. Nincs rá igazán jó válasz. Tehát akármit mondanák, csak félig lenne igaz. Mondhatnánk azt is, hogy annyira előre láttunk, hogy tudtuk, hogy ez a gyár végét jelenti majd egyrészt, vagy kaptunk információkat, hogy nem szabad tovább csinálni, mert az emberek is egyre fogytak, egyre nehezebb volt ilyen munkákra munkaerőt találni. Pakson számtalan úgynevezett téglás család élt. A nők és a férfiak kemény fizikai munkát végeztek. A 4 kilós téglából volt, hogy 10 000-et is átpakoltak naponta, így 40 tonna nyers téglát is megmozgattak egy nap. A 6-os út mellett autózók még láthatják az égbe nyúló monumentális gyárkéményt. De jól láthatók a jellegzetes téglaszárítók épületei is még. 2004-ben itt forgatták Kertész Imre Sorstalanság című könyvéből készült film néhány jelenetét is. Meséli elérzékenyülve Plézer János. Minden gyárnak az utolsó felvonása, kémény eldöntése, elbontása. Ez itt is valószínű így lesz, ha bár nagyon rossz állapotban van, de még soká állna magába. Mikor jön egy olyan rendelet, hogy le kell bontani a 6-os út veszélyeztetése véget, ezt nem tudjuk. Tehát az nyilván megvan. Megvan a kemence, a körkemence, ahol a tűz megállás nélkül égett körbe, öröm volt nézni. Ez is még föllelhető. Hát nyomaiba nem találunk már rajta semmiféle bezárást, a kapukat nem találjuk, a húzatelvezetőket, tehát semmi ilyet már nem találunk a gyárban. Megvan még nyomokba szintén a téglaszárító részei, hát üresen nyilván. Utoljára akkor volt tele, amikor filmforgatás volt, és az emberek bőröngyeivel, ahol a filmfelvétel forgott. Március eleje van. Ugye március elején indult a nyersgyártás. Most már forognának a gépek, menne a próbagyártás, próbálnánk elindítani az üzemet. Összeverődött a társaság. A télen, ugye a téli műszakban dolgozók fele szokott jelen lenni, a másik felét ilyenkor mozgattuk meg, és ilyenkor indítottuk el a nyersgyártást, a téglának a nyersgyártását. Ezt, amit én most látok, ez elborzaszt. Tehát ez nekem nem jó érzés. A téglagyáraknál mindig nyomon érhető volt a rendetlenség, magából adódott, ugye, a tégla apró dolgaiból, rendetlenség. Itt Pakson ezt nem engedhettük meg, azért nem, mert kicsi volt a téglagyár udvara, ahol a téglát tároltuk. Tehát itt példás rendnek kellett lenni ahhoz, hogy hát ne essen kelljen az ember a téglák között. Rend is volt, én úgy érzem, hogy jól ment a téglagyártás. Jól ment addig, amíg tulajdonosok voltunk, és nem adtuk el a gyárat. Amikor eladtuk a gyárat, akkor abba az évben a téglagyár megszűnt. Amikor itt hagytuk a téglagyárat, ez egy működő, nagyon szépen működő téglagyár volt. Ennek most a nyomát se látni. Nyilván nem, mert 15 éve nem volt téglagyártás, de hogy ennyire elvadult a helyzet és ilyen könnyet, erre nem számítottam, ez lelkileg megvisel. A paksi téglagyár megélt 2 századfordulót, több háborút, államosítást, privatizációt. 2009. december 31-én azonban véglegesen örökre leállt a termelés az üzemben. Hogy mindez ne burkolódzon a feledés homályába, Ritter József a paksi téglagyár 120 éves történetét könyvbe foglalta, mely a Hetekben látott napvilágot, Téglaporos a kalapom címmel. Thank you.
Húsvéti tojásokat gyűjtenek a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. A megszerzett alkotások mindenki tojásfáját díszítik majd a Szekszárdi Művelődési Ház előtti parkban. Az akcióval egy kis húsvéti hangulatot szeretnének csempészni az arra járók elők mindennapjaiba. Március 16-tól 29-ig várják a házilag alkotott, egyedi és kreatív tojásokat, amelyek bármiből, bármilyen technikával elkészíthetőek. Ebbe a kis kosárba helyezhetik egyedileg készített vagy kidíszített tojásaikat azok, akik szeretnék látni alkotásaikat a Szekszárdi Mindenki Tojásfáján. A Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai a pandémia ideje alatt is igyekeznek tartani látogatóikban a lelket, és olyan szezonális projekteket találnak ki, amit a járványügyi intézkedések betartásával is megvalósíthatnak. Úgy döntöttünk kollégáimmal együtt, hogy a Mindenki Tojásfája címmel hirdetünk a városban egy akciót. Ez azt jelenteni, hogy március 16-ától a keddi naptól követő két hétben örömmel és szeretettel várjuk a városlakók által egyedileg készített, sajátos technológiával készített, legyen akár hungarocellből vagy más anyagból készített húsvéti kis tojásokat, amelyeket el lehet helyezni itt a Szent István szobor felőli főbejáratunk mellett egy gyűjtőládába. Március 29-éig várjuk ezeket a felajánlott kis tojásokat, és ezeket itt a ház előtt egy élő fára el fogjuk helyezni, feldíszítjük, és közösen az erre járóknak akkor egy kis húsvéti hangulatot tudunk ezzel teremteni. Egy kikötése azonban van a szervezőknek a várt tojásokat illetően. Saját maguk által készített legyen, szárnyalhat a fantázia, mindenkinek a kedvére, belátására bízzuk a színeket, a formákat, mondom, még az anyagot is, egy kis szalagot kössön rá mindenki, hogy el tudjuk helyezni azért a fán az elkészült alkotásokat. Húsvéti időszakra elkészítjük, és úgy gondolom, ameddig az időjárás engedi, minden esetre egy-két hétig mindenképpen szeretnénk, hogy az erre járók érezzék még át ennek a tavasznak az indulását. Hát ha ez is egy picit jele lehet annak, hogy a minket körülvevő megszorítások talán lassan-lassan majd visszaszorulnak. Berlinger Attila hozzátette, az alkotókkal közös díszítés a járványügyi intézkedések miatt most elmarad, így a Kulturális Központ munkatársai végzik el ezt a feladatot. A kész tojásfát már húsvét előtt megcsodálhatják a járók elők. Négy évtized egy amatőr művészeti csoport életében önmagában megsüvegelendő, főleg az, ha a tevékenység ez alatt az idő alatt országos elismertséget is hoz. A Szekszárd Big Band a Babits Mihály Kulturális Központ történetének meghatározó fejezete. A Pece István által vezetett együttesben 100-nál több muzsikus fordult meg az évek alatt. Arról nem is beszélve, hogy a műfaj elismert képviselői voltak a vendégek a koncerteken. Azt már minden jazzbarát Szekszárdi tudja, hogy februárban, ha máskor nem is, újra találkozhat a város meghatározó civil szervezetével, a Szekszárd Big Banddel. Pece István zenetanárként a szekszárdi fúvós hagyományokra és az akkor már elismert jazz életre támaszkodva gondolt egy merészet és előállt a nagy zenekar alapításának ötletével. Nem nagyon tudták először, hogy mi az, hogy Big Band. Ez egy indexen lévő műfaj volt, ugye, ami eredeti amerikai. Ezért a jazz rajongók is csak úgy hallhattak Big Band zenét, hogyha a Londont vagy a Washingtont hallgatták, vagy a Szabad Európát, hallgathatták a Willis Carnover műsorát a Washingtonon, a Szabad Európán meg a Glenn Millereket, de Isten igazából ilyen fölvételek a Magyar Rádióban régen nem nagyon mentek.
Megtűrt volt a műfaj, még amikor zeneakadémista voltam akkor is, de nem volt támogatott. De egy olyan zenei világot hozott be a köztudatba, hogy úgy látszik, hogy a konstrukció saját magát értette és elvitte, mert egész egyszerűen az emberek szeretik ezt a műfajt, és ezért megtalálta a táptalaját. A műfázban akkor a Szekszárdi Jazz Trio már lerakta az alapokat, és Pece István érkeztével ő szerepet kapott a zenekar életében. A kölcsönösség elve itt is érvényesült. Külön érdekessége a dolognak, hogy 1981-ben el kellett utaznunk Tambovba, és Kelemen Bandi nem volt hajlandó repülőre ülni, ezért dr. Radnai Tibor, aki kiválóan zongorázott is, megtanulta a teljes Big Band műsort, és ő zongorázott a Big Bandben akkor. Volt két nagyon fontos pillére a dolognak. Az egyik a Kelemen féle jazz trió, és az, hogy a szekszárdi közönség azt tudta, hogy egy jazz hangzásán hogyan kell hallgatni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell tetszést nyilvánítani. És volt egy rendkívül jelentős fúvós kultúra, amelyet idősebb Békei Miklósnak köszönhetünk, aki a zeneiskola igazgatóhelyettese volt, és a szekszárdi, akkor szekszárdi fúvós zenekarnak a karmestere. Ez egy olyan szintű zenekar volt, talán másodikos vagy harmadikos zeneakadémista lehet, amikor Mázán élőben hallottam őket, talán augusztus 20-án, és hát fantasztikus jó volt a zenekar, ráadásul kiállt két nagyszerű szólista, ifjabb Vékhelyi Miklós és Kis László, és egy olyan duettet játszottak el, hogy zeneakadémista létemre is csak néztem, hogy szekszárdon hogy tudnak trombitálni. Nem volt zökkenőmentes az indulás, hiszen megjelent a szakmai féltékenység is, meséli Pece István. Azt gondolom, hogy száznál többen megfordultunk a zenekarban a 40 év alatt. Mindig az volt a vezérlő elvem, hogy a legjobb, mint ahogy a fociban is, a legjobb 11-nek kell játszani. A Big Bandben is a legjobbaknak kellett játszani. Ezért aztán ez időnként kiderült, hogy nem is túl hálás feladat, mert aki a pályán volt, az nagyon örült neki, de aki valami miatt csak kispados volt, vagy pedig nem került a csapatba, azoknál nyilvánvalóan, aki ezt a dolgot eldöntötte, az nem volt túlságosan népszerű, de hát ezt egy vezetőnek nyilván föl kell vállalnia. A Big Band színpadán időtől időre megjelentek vendégek. A teljesség igénye nélkül csak néhány név, Bornemisz Szamária, Tomcsés Rudolf, Charlie, László Boldizsár. Jelenlétük és működésük sokat lendítette a Big Band szekerén is. Arról, hogy milyen 40 éves működés titka, maga az alapító is sokat elmélkedett. Fogalmam sincs, hogy ezt meddig lehet vinni, de most úgy látom, hogy ameddig ehhez kedvünk van, addig ez a dolog végül is vihető. Egyet nem látok, hogy valaki törekedne azon, hogy engem a zenekar vezetői székből kipasszincson. Tehát valahogy úgy volt a dolog, hogy régebben vártuk azt, hogy fölkérjenek bennünket valamiről, vagy kaphassunk lehetőségeket. Most valami miatt ezt a dolgot nem tapasztalom a fiataloknál, és megmondom őszintén, hogy egy kicsit viszont hiánya van. Több alkalommal terveztem magam az évtizedek során maga mögé utódott, Füzi Jánost, Ruppert Péter kollégámat, mindannyian nagyon jó kollégáim, nagy tudásúak. Ráadásul rendes srácok is, és valami miatt mégis megmaradt ez a dolog nekem. Senki nem akarta elorozni tőlem idézőjelbe a dolgot. A háztól mindig a maximális segítséget kaptam. Ez az igazság, hogy utólag rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy ezt, hogy itt egy ilyen sikeres zenekar van, egy szekszárd Big Band, ami most már több mint 4 évtizede működik. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy ezt a dolgot nagyon sok embernek kellett akarnia, hogy ez a dolog ez így működjön. Tehát ehhez az én akaratom egy emberként kevés volt. A közös akarat pedig, ahogy ez lenni szokott, több mint 4 évtizedet tartja működésben Magyarország második legnagyobb létszámú jazz együttesét, a szekszárd Big Bandet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!